Sportruházatba öltözött fiatalok népesítették be kedd délelőtt a napkor határában lévő füves területet, itt volt ugyanis a mezei futó diákolimpia vármegyei döntőjének gyülekező helye. A gyerekek és a kísérő tanárok 60 intézményből érkeztek. A versenyzők korcsoporttól függően 1500 métertől 5000 méterig terjedő távokon futottak. Az indulók számával a versenybíróság elnöke is elégedett volt. Korcsoportonként létszámot nem tudok mondani, de közel 800 nevezés van összesen, és ez az általános iskola alsó tagozatától egészen a középiskola utolsó évfolyamáig tart. Szerencsénk van az idővel, szerencsénk van a helyjel, egy ilyen 5 kilométeres pályán történik a futás, különböző rajthelyekről indulva. A rajt és a cél két különböző helyszínen volt, sőt a versenyzők más-más rajthelyről vágtak neki saját távjuknak. Egy ilyen futóverseny lebonyolítása a szervezők számára is sok feladatot tartogat. Egyrészt a pálya kijelölése, másrészt pedig, mivel több korosztály indul más-más távokkal, így a verseny helyeknek, illetve a rajthelyeknek a kijelölése, illetve megszervezni a csapathelyezések eldöntését, ami az egyéni helyezések összeadásával történik. A mezei futóversenyek népszerűsége nem változott az elmúlt évtizedekben. Mint az indulók létszáma is mutatja, sokan futnak szívesen a természetben. Nem csak a sportolók, atléták vagy esetleg más sportákban tevékenykedők indulnak el, hanem az általános iskola, középiskola testnevelők által a legjobbnak ítélt tanítványa itt vannak, hiszen nagyon fontos, hogy az egyéni helyezések alapján a csapat tovább jut-e majd az országos döntőbe, vagy sem. Az országos döntőbe az első és második helyezett csapatok, egyéniben pedig az első négy helyen végző futók jutottak be.